Köszöntöm Önöket ide Oromhegyesre, az ünnepélyes mezőgép és kapcsolható eszközök átadójára érkezett Magyar Levente, Magyarország gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára is, őt kérdezem most. Jó napot kívánok, államtitkár úr! Még mielőtt a mai napra rátérnénk, az lenne a kérdésem, ugyan hogy látja az elmúlt másfél, majdnem két év távlatában vajdaságot és a vajdasági fejlesztéseket a mezőgazdaság terén? Elsősorban is a helyi partnereknek köszönhetően és a helyi vállalkozók bátorságának köszönhetően egyértelmű sikerként értékelem ezt a munkát. Én nem tudok más olyan kormányzati programot említeni, amelyik ilyen hatékonysággal és ilyen gyorsasággal tudott volna ilyen mennyiségű forrást kihelyezni határon túlra. Ez minden idők legnagyobb magyarországi gazdaságfejlesztési programja, ami határon túli magyar közösségeket céloz, ilyenre még nem volt példa. És amikor az ember egy ismeretlen ösvényre lép, akkor mindig megvan az a kockázat, hogy nem minden pont úgy sikerül, ahogyan eltervezi, hiszen kicsit az ismeretlen felfedezéséről is szó van. Ez most úgy sikerült, ahogyan elterveztük. Ezt őszintén tudom mondani, hogyha azt mondják másfél évvel ezelőtt, hogy itt fogunk tartani, és kihelyeztünk 10 milliárd forintot 6200 vállalkozónak és gazdálkodóknak, és bejelentünk 6 összesen 10 milliárd forint értékű mezőgazdasági nagy beruházást, ami 3500 termelőnek tud stabil piacot jelenteni, stb., akkor én az bármikor aláírtam volna, és örülök, hogy ennek a sikernek a részesei lehetünk, ez nagy megtiszteltetés. Ami a jövőt illeti, ma amellett, hogy megünnepeltük azt, hogy ezt a 6 nagy beruházást elindítottuk, és megünnepeltük azt, hogy 80 vajdasági magyar gazdálkodó átveheti a mezőgazdasági eszközét, amit a pályázaton nyert, amellett a jövőbe is tekintünk, és bejelentettük azt, hogy 3 új kategóriában hirdetünk a pályázatokat, abból kiindulva, hogy a rendelkezésre álló, illetve az előirányzott teljes keretnek még a negyedét se használtuk fel. Ez is jelzi azt, hogy milyen hatalmas léptékben gondolkodunk, és milyen hatalmas léptékben engedi az itteni környezet azt, hogy gondolkodjunk. És még egyszer itt szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ez a program nem tartana sehol, hogyha vajdasági magyar életnek nem volnának olyan szereplői, olyan gazdálkodói, olyan vállalkozókedvű vállalkozói, akik látnak ebben fantáziát, és belemernek vágni ebbe a számukra is ismeretlen történetbe. Illetve azt is kiemelném, hogy a szerb kormányzat részéről is egy nagyon pozitív és nagyvonalú hozzáállást tapasztaltunk az elmúlt időszakban, ami nélkül szintén nem volnánk sikeresek. Említették többször is ezt a 6 nagy beruházót. Erre miért volt szükség, illetve mit jelent ez, hogyan látják az együttműködést? A fő célunk az az, hogy ahogyan ön is említett az első kérdésében, a vajdasági magyar mezőgazdasági struktúrát erősítsük meg, illetve általában a vajdasági mezőgazdaságot fejlesszük, hiszen ebből a programból nem csak magyarok részesülnek, hanem rengeteg szerb nemzetiségű embernek is fog ez munkát adni, és több lehetőséget. Ugyanis itt erre van adottság. A vajdaság az a világ legjobb termőterületét tudja felmutatni, a legjobb minőségű földet, egyik legsűrűbb vízrajzi adottsággal rendelkezik. Tehát mi mást fejleszünk itt, ha nem a mezőgazdaságot, amiből meggyőződésem, hogy sok százezer család meg tud európai színvonalon élni, hogyha a kellő technológiával rendelkeznek. Illetve ha, és itt van a válaszom a konkrét kérdésre, ha vannak olyan stabil piaci viszonyok, amelyek kiszámíthatóvá teszik a hosszú távú gazdálkodást. Jelenleg ez, ha nem is teljesen hiányzik, de nem adott. És mivel megszűntek az elmúlt évtizedekben azok a nagy mezőgazdasági feldolgozóipari egységek, megszűntek azok a stabil piacok, amelyek az embereket ebben a rendszerben tartották, ezért nagyon sokan elhagyták a mezőgazdaságot. Elég végig menni itt egy falun, és látja az ember, hogy hány elhagyatott házon. Ezt a tendenciát szeretnénk megfordítani. Lássák az emberek azt, hogy ha modern eszközökkel gazdálkodnak, és van hova leadni a terményt, akkor bizony megéri ezt csinálni, hiszen egy hektár paprikából nagyjából 10-szer akkora profitra szert lehet tenni, ezt kiszámoltuk, sőt még talán nagyobbra is, mint hogyha mondjuk egy hektár kukoricával vagy gabonával gazdálkodik valaki. Most lesz, aki megvásárolja a paprikát, lesz, aki finanszírozza a paprika ültetvényt, lesz, aki finanszírozza a Prosperitáti Alapítvány, illetve a magyar kormány képében az eszközbeszerzést. Tehát minden összeáll ahhoz, hogy modern körülmények között is kiszámítható módon tudjanak családok ezrei berendezkedni a mezőgazdasági termelésre. És csak még egy rövid kérdés, a végére említette, hogy nem csak Belgrádig, hanem Szerbia délebbi részére, tehát Belgrádtól délre is szeretnének fejlesztéseket kieszközölni. Ez kinek az érdeke? A magyar állam érdeke, a vajdasági magyarok érdeke, a szerb állam érdeke?
Ez elsősorban azt gondolom, hogy Szerbia érdeke, hiszen Szerbia szívesen látja a külföldi tőkét és az értékteremtő beruházásokat. Másosorban a magyar vállalkozók érdeke, hiszen egy bizonyos szempontból egy kiaknázatlan kincses bány az ország, amiről kevesen tudnak nálunk, ezért kell egyfajta propagandát csinálni a szerbiai gazdasági üzleti lehetőségeknek otthon a nagy vállalkozók körében, de ezen rajta vagyunk. Mi szeretnénk azt, hogy ne csak a magyarok által belakott térségben gondolkodjanak a magyar üzleti szereplők, hanem tekintsenek a Belgrádtól déli területekre is úgy, mint egy olyan területre, ahol szívesen tehát látják a magyar őket. Üzleti szereplőkön nem csak magyarországi üzleti szereplőket ért, hanem vajdasági. Akár vajdaságiakat is, de elsősorban ugye magyar kormánytisztviselőként én azért felelek, hogy a magyarországi tőkeerős vállalkozók megjelenjenek külföldi piacokon, és én buzdítok mindenkit arra, hogy Szerbiát vegyék fel a térképre, és tárgyalásban is vagyok a szerb kormányzat illetékeseivel arról, hogy milyen feltételeket tudnak kínálni ahhoz, hogy egy-egy ilyen beruházás megvalósuljon. Tehát mi azon túl, hogy természetesen a vajdaságot szeretnénk minden nagyobb mértékben fejleszteni, és az itteni embereknek többlet lehetőséget adni. Nekünk Szerbia egészen is rendkívül fontos, nekünk létkérdés az, hogy Szerbia erős legyen, stabil legyen, gazdaságilag rendezett viszonyok uralkodjanak ebben az országban, és az emberek úgy érezzék, hogy minden nap lépnek egyet előre, és egyre közelebb van Európa, ha tetszik, az Európai Uniós életszínvonal és csatlakozás lehetősége, és ehhez a mi szerény eszközeinkkel szeretnénk hozzájárulni, és ezért van ez, hogy szeretnénk felvetezni Szerbia egészét számunkra. Államtitkáról nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a lehetőséget. A Híradó Plusz Toromhegyesről Vadlövő Gabriella tudósította.